Szeretettel köszöntök mindenkit, és fejezzem ki örömömet, hogy itt lehetek. Mindig szívem csücske volt a tanya, én is tanyára születtem, és életem legszebb éveit az iskolába járási tanyán töltöttem. Én mindig szívesen járok vissza a tanyákra. Ezért örültem nagyon ennek a megkeresésnek, hogy részt vehetek benne. Tulajdonképpen ezen a programon az én szerepem az, hogy megtanítsam a kemence és a népi tűzhely építéséhez szükséges anyagválasztást, az anyagok keverését, egy alapvető méretezési technikát, építési technikát, és aki ezen részt vesz, akkor ez ilyen, vagy ehhez közel hasonló építményt önmagának el tud készíteni, vagy ha már van otthon egy ilyen berendezés, azt karban tudja tartani, fel tudja újítani. Tulajdonképpen ugye ma ez a divatos kifejezés, hogy nem halat viszünk, hanem halászni tanítunk, és kicsit visszatanítani ezeket a régi mesterséget, a régi anyagokban rejlő lehetőségeket, mi is az anyag, az a szalma, töreg, fejva és egyéb kötőanyagok, amelyek itt ennél az építési technikánál használható, felhasználható. Kedves vendégek, tisztelettel köszöntök mindenkit a Pont Mi Közhasznú Egyesület Mindennapi Kenyerünket című projektjének a megnyitóján. Ezt az egészet egy norvég civil alap pályázat, norvég civil alapnál volt egy pályázat, amire mi írtunk egy pályázat, és mindegy, nyertünk egy kicsit. Ez a lényeg. Az az egésznek a lényege, hogy az volt az ötlet, meg a beszélgetésünknek a lényege, hogy kevés olyan lehetőség van, ahol az emberek össze tudnak fogni, összetartani, hogy ne legyünk minél messzebb egymáshoz, hanem közel legyünk egymáshoz. A helyi civil szervezeteket, intézményeket is szeretettel köszöntjük, és nem véletlenül is gondoltunk rátok, hogy gyertek minél többen, mert a norvég civil alapnak ez az egyik célja, hogy a civil szféra erősödjön, hogy majd szeretnénk azokat a módszereket, meg tapasztalatokat megosztani, amik így menet közben a projekt vezetése során biztos sok minden összegyűlik. Lesz majd civil fórum, ahol megpróbáljuk átadni mindezeket a tudásokat, amik itt összegyűlnek. Thank you.
a Szent Imre tanyák, Hunmezővásári író tanyák történetében leírta, hogy egy tanya hosszú életű lett, de a leghosszabban mindig a kemény szem alatt lett. Ledől a tető, ledől a fal, megolod utoljára a kémény, és meg utoljára a kemence dől össze. Tehát egy építmény életében a kemence marad meg, látszik, hogy miért, azt nem tudjuk. És ezért ez alkalmas arra, hogy az utókornak a kemencébe helyezünk el egy üzenetet. És hát bízunk benne, hogy a tanya ideig még megél további 150-200 évet, és még üzenhetünk mi is az utókornak, és ezt fogjuk elhelyezni az időkapszulába. Hajsz, igen. Üzenet az utánunk jövőnek. Annak a természeti kőforgásnak, amelyet a régi paraszti kultúrákban a maguk javára fordítottak ereink, a kemence fontos állomása volt az Alföld tanya világában. Ma, 2015-ben itt a kemencés tanyán visszatanulunk valamit abból az ősi tudásból, amely minden hulladékot hasznosított, melegedett és kenyeret sütött egyszerre. Olyan fejlődést célzunk meg ezzel, ami számodra is, kedves utókor, aki ma megtalálta az üzenetünket, élhető környezetet igyekszik teremteni. Arra bátorítunk, hogy te is hasonlóképpen cselekedj, javítsd ki, újítsd meg ezt a kemencét, de ne rombold le. Ezzel hozzájárulsz ahhoz, hogy nem csak te magad, de leszármazottaid a késő utókor is otthonának tekinthesse azt a környezetet, amit magad után hagysz. Annó Domini 2015. június 22-28-ig a kemencét építették Békési István kályhásmester vezetésével, Branicki Bernadett, Budai Márk, Erik, Fábián Péter Imre, Juhász Péter, Kerekes József, Kis Emil beszerző, Knihár András, Krajcsó Andrásné konyhás, Lászlóné Csávás, Anita Judit, Petroszki Éva konyhás, Petró Zsolt, Szlávik Mihály öcsi bácsi, Szlávik Krisztina konyhás és projektvezető, Vaszkó Viktor. Megható pillanat. Ízni. Benne van. Jó, tehát egy pillanat még van.
szeretettel köszöntünk benneteket a Mindennapi Kenyerünkre projekt kemenceépítő táborának a záró vagy nyitó rendezvényén, ahonnan nézzük, mert a kemence élete most indul el, de a tábort is zárjuk egyben. És hát azt szeretném, hogy minden forma és hivatalos dolog nélkül csak akik itt voltak ezen a héten, hogyha egyen-ketten elmondanátok, hogy mit is kaptatok, mit nyertetek, mit tanultatok ezen a héten, és aztán megkérjük Békés István tájhásmester, hogy szintén mondd el a szakmai részt, hogy mi történt tulajdonképpen itt ezen a héten. Utána pedig Kondor Péter Esperes urat szeretném megkérni, a Békés Csabai Evangélikus Egyházközség, mint tanya tulajdonos részéről, hogy szólj egy pár szót. Nem tudom, Anita, elmondanál te így a résztvevők közül, egyébként két nő is, két hölgy is benne volt a kemenceépítő brigádban, és hát derekasan férfiakat megszégyenítő módon dolgozták végig. Hát igen, végül is ez nagyon jó volt arra, hogy megismertük a bent lévő falusiakat, meg a kint lévő falusiakat. Nagyon jókat nevetgéltünk, nagyon sokat dolgoztunk, és egész más volt a csapatmunka, mint egyébként, hogyha egyedül csinálja az ember. Én legalábbis nagyon jól éreztem magamat, és én úgy láttam, hogy mindenki kivette a részét mindenből, mindegy, hogy most fiatal volt, idősebb volt. Szerintem mindenki nagyon jól érezte magát, és nagyon jókat dolgoztunk. És sokan meg is beszéltük, hogy ha a kemence építés lesz, akkor egymáshoz elmegyünk, segítünk egymásnak. Úgyhogy talán ennyi, ami ez a közösségi munka, ez nagyon jó. Ennél még valami többet. Köszönjük szépen. A lényeg. Ez volt. És jó volt. És jó volt a mesterünk. Elsősorban. Jó lesz a kemencét. Hát azt reméljük, hogy az is lesz. István? Hát én minden résztvevőnek szeretném megköszönni, építőnek az áldozatos munkáját, a szorgalmát, a hozzáállását. Ezt nélkületek nem készülhetett volna el. Maradt volna papíron az egész, vagy a falon filmig meddig úgy, ahogy felrajzoltuk. Nagyon szorgalmasak voltatok, nagyon jól éreztem magam a közösségetekben. Köszönöm a munkátokat, köszönöm a hadtápnak is a hozzáállását, ugye. A hadvezérek is azt mondták, hogy a jó hadtáp az már fél győzelem, és ez nekünk nagyon kellett a szorgalmas munkához. Én azt kívánom nektek, hogy ez a kis kemence, meg ami még mellette van, ugye ez mindig is a házi szentségek egyike volt, és töltse be továbbra is ezt a szerepet ebbe a tanyába, tartsa össze ezt a közösséget, mint annak idején a tanyavilágban, az olvasókörök, gyűjjetek össze, énekeljetek, beszélgessetek, kézműveskedjetek, beszéljetek meg egymás problémáját, és legyen ez egy emberi, meg hit közösség. Ehhez kívánok erőt, egészséget! Igen! Egymást segítve lehet kemencét építeni máshol is. Valóban így egymás kezét fogva, hogyha tovább tudunk indulni, akkor áldott az is, aki adja az éppen segítő, felkaroló munkás szeretetet, és áldott az is, aki kapja, és akinek ettől épül az otthona, a lehetőségei, és az otthonában is megteremtetik egy ilyen kemence lélek, amelyikben nagyon sok minden áradhat. Mutatnám azt is, hogy fény. Én amikor kemencét láttam, amikor próbálták azt fölfűteni, és kinyitották, hát onnan azért a világosság és a fény is kitörve, azt sem lehet bentartani. És azt kívánom, hogy legyetek ti mindnyájan ilyen élő kövek, és épüljön itt egy valóban szeretett közösség. És azt gondolom, hogy ennél nagyobb ajándéka nem lehet számunkra. Ennek a már
sokak által elfeledett tanyának. Ezért merjetek álmodni, és merjetek kérni. És merjetek buzgón küzdeni és dolgozni azért, hogy, hogy mindig megújulhasson és valami újat teremthessen. Vigorozva álljuk az Úr nevét, zenger ének szót dicséretét. Zengő harsan a perdító, trombitát diadozható, szól és hívajánusi. Zengő harsan a perdító, szól és végéről kezdeném messzebbről, hogy mi a végső vagy a közvetett célja egy ilyen projektnek. Tulajdonképpen a civilség, a civil társadalom erősödése. Egy társadalom civilség nélkül elég törékeny, elég esendő. Vannak olyan családok, akik ismerik még azokat az ősi túlélési technikákat, hogyan kell egy kemencét kifűteni, hogyan kell egy telet megoldani úgy, hogy nem veszünk tüzelőt, mert mondjuk nincs pénzünk, és ez kell ugye egy kemence, vagy hogyan lehet ott egyszerre melegedni, és egyszerre valamilyen ételt előállítani, kenyeret sütni, stb. Tehát ezek mind olyan dolgok, amiket nem hagyunk kihalni, hanem amik tovább adódnak most ezen a projekten keresztül. Ugye segítünk, hogy 5 családnak legyen kemencéje, amitől nekik jobb lesz, de ami itt fölépült kemence, az itt marad. Ezáltal a mi civil szervezetünk úgy erősödik, hogy tudunk több programot csinálni, ami mindenképpen egy kapacitás bővülés. Merni kell álmodni, mert én ezt egyszer megálmodtam, azzal, hogy ez a kemence felépült, ott kezdtünk el álmodozni igazából, hogy van ez a tanya, és hogy mi mindent lehetne még ezzel kezdeni. Megpróbáljuk visszahozni azt, ami egy kicsit már elfelejtődött, hogy jobban összetartsunk. Ebben az a gyönyörű és szépséges, hogy sikerült azt megtalálni, amit tényleg annyira helyi kapcsolat, meg hogy sikerült bekapcsolni ebbe embereket, családokat. Tehát, hogy ez a nagy művészet, hogy olyan valami, amivel meg lehet szólítani azt a csapatot. Senki nem érezte kötelezőnek, hanem szívesen jött. Pontosan, de ez a lényeg. Ez a, így van, ez a lényeg, amelyik a művészet, meg az áldása. Mondom, Isten áldása. Hogy ugye nekünk is itt voltak a gyerekkori ízeink, a nagyamamáinktól, és ezeket visszahozni, és nekik megmutatni, hogy egyszer majd ők is akarják csinálni. Igen. Szerettem volna, hogy ezt, mert ezek az emlékek, ezek mindenkiben ott vannak, de ha ezt nem kapja meg, akkor hogy szeretné megtenni, ha nem tudja, hogy mit kell tenni. Kis telefonom van nekem, két összetett kezem.
Isten szerencsét. Szerelme. Forró kemencé. Üres vékámba gabonát. Áll a kezembe parolát. Lámpámba lángot, hogy ne kelljen korán az ágyra hevernem. Kérdésre választ ő küldjön, hogy hitem széjjel ne dőljön. Tisztelettel és szeretettel köszöntjük az egybegyűlteket, a Pont Mi Közhasznú Egyesület mindennapi kenyerünket című projektjének záró rendezvényét. Még az év első napjaiban, egy hideg téli estén összejöttünk egy kedves család tanyáján, ahol lélekmelegítő tea mellett arról beszélgettünk, mi az, amiből kevés van. Mind változtatnánk, ha tudnánk legszívesebben. Néhányan említettétek, hogy kevés az olyan lehetőség, ahová el lehet menni, időt tölteni, barátkozni. Nincs már meg az összetartás az emberek között, ami régen jellemző volt. Eltávolodtunk egymástól. A projekt megálmodói az általatok elhangzottakból indultak ki. Ma itt egy olyan folyamat utolsó állomásán vagyunk, ahol az egyik fő hangsúly az egymáshoz való közeledésen, a bizalom és az emberi kapcsolatok megerősödésében. Az elmúlt közel 8 hónapban olyan közösséget, együttlétet tapasztaltunk meg, ahol átadhattunk egymásnak régi tudásokat, tapasztalatokat, ahogyan eleink a kenyerüket sütötték, a kemencét megépítették, a fűtéshez a hozzávalót előkészítették. Amit lehetett, saját kezűleg állítottak elő. Felhasználtak minden hulladékot, s nem láttak szükséget. Ételük, ruhájuk, télen meleg szobájuk mindig megvolt. Az elmúlt időszakban, május hónapban megtörtént a kemencéstanya részleges felújítása, hogy a kenyésítő műhelyek számára alkalmassá váljon a helyszín. Az építés fővállalkozója Krausz József volt. Köszönjük a sok segítséget, plusz, amit beletett a vállalt feladaton túl is. Június utolsó hetében történt a kemenceépítő tábor. Békési István kályhás mester és szakoktató vezetésével, 12 fő részvételével. István minden szakmai és emberi tudását, lelkiismeretes, alapos hozzáállását beleadta a közösségi képzés folyamatába, illetve később a családi kemencék építésének menetét ugyanúgy kísérte, tanácsolta, igazgatta. Köszönjük segítő, önzetlen és türelmes hozzáállását! A közösségi képzés hetében megtapasztalhattuk, hogy ez valóban nem csak egy száraz tudás átadás volt, hanem igazi, együtt lélegző, egymásnak segítő csapatszellem alakulhatott ki. Ezután következett a projekt legnehezebb és legizgalmasabb szakasza, a családi kemencék felépítése. Ezt az időszakot pénzügyileg is át kellett hidalnunk, mivel a támogatás második részlete augusztus 13-án érkezett, és az első részletet a vállalt önrészünkkel együtt június végére kimerítettük. Ebben a bajunkban sietett segítségünkre Nógrádi Klára, az Egyesület könyvelője, aki meghitelezte számunkra azt az összeget, amiből a kemencékhez szükséges anyagot meg tudtuk vásárolni. Itt említenénk meg, hogy a vállalt könyvelői teendőin túl a projekt menetének háttérmunkáiban rengeteg láthatatlan segítséget kaptunk tőle, türelmén és ránk fordított idejét ezúton is köszönjük. A családok helytállása, együttműködése példaértékű. Azonban a kemencék nem épültek volna fel Knyihár Bandi közreműködése nélkül, aki a mentori feladatokat vállalta. Először Branyicki Bernijéknél épült fel a kemence a tanya 301-ben.
Ezután kezdtek hozzá Juhász Péterék a Tanya 334-ben, majd a budai Hunya család kemencéje nőtt ki a földből a Tanya 267-ben, közben párhuzamosan Fábián Peti is hazaért világjáró körútjáról, és nekiveselkedtek édesanyjával együtt a Tanya 296-ban a kemence építésnek. A munkálatok elhúzódtak, nem mindennapi feladatot vállaltunk magunkra. Végül, de nem utolsó sorban, a kenyérsütő műhelyekről essen szó. Kalács és Rétes, a tél örömei, június 27-én, kerttészták a gyermekek öröme, augusztus 7-én, ennek a műhelynek a főszereplői valóban gyermekek voltak. Végül augusztus 22-én változatok kenyérre, a mindennapok öröme került fókuszba. A sütőműhelyek vezetője Petrovszky Éva, aki otthon a családban tanulta mindazt az okos praktikumot, amit szívvel lélekkel beletett a műhelyekbe. Konyhatudománya kimeríthetetlen, nincs az a megoldhatatlannak tűnő feladat, amire ne volna ötlete, megoldása. A kemenceépítő tábor alatt is ő vitte hátán a konyhát. Köszönjük áldozatos munkáját! Munkatársai, segítői Petrovszky Anita, Eszter, és végül nem utolsó sorban Marcsi, aki a kemence fűtésének legfőbb művelője, nélküle ma sem sülnének meg a kemencés finomságok. A projekt menetéről film is készült, és sok-sok fotó, ami megörökíti a közös munka fontos és szép pillanatait. Oláh Péter vállalta ezt a feladatot, köszönjük, hogy időt és fáradtságot nem kímélve, és a gazda szemével sajátjának tudja ezt a munkát, sok-sok plusz odafigyelést, erőfeszítést téve bele, szakmailag rendkívül magas szinten. Szót kell még ejteni a helyi és környékbeli civilekről, akikkel hasznos párbeszédeket folytattunk, és sok segítséget kaptunk a projekt során. A Kétsoproni Hímzőszakkor és Foltvarró Klub a sütőnapokon a gyerekeknek adott át a tudásából. A Horenka szlovák hagyományőrzők, nagycsaládosok, Kétsoprony iskolájáért alapítvány is hozzáadta mind anyagiakban, mind természetben, jelenlétében, háttérsegítségben azt, amit csak tudott. Sokat kaptunk a Békéscsabai Keresztény Ifjúsági Egyesülettől és az Iceman Clubtól, a Pont Mi programjairól is folyamatosan tájékozódhatunk a www.kemencestanya.blogspot.hu, valamint a Facebook oldalunkon, amelynek Szász György, Gyufi a megalkotója és gazdája. Köszönjük szépen Manyinak, én nem tudtam volna ezt ilyen szépen elmondani, úgyhogy néhány prózai számot hadd vezessek föl, hogy tisztában legyünk, hogy miből is kellett felépíteni ezt az egészet. De természetesen nem tudunk mindig teljes körűen mindenkire kitérni. Tehát nagyon sokan segítettek a projekt során, nem említettük Bencsik Zolit például, aki mindig rengeteg mindent adott természetben, munkában az egészhez. Most engedjétek meg, hogy nagy vonalakban elmondjam azért a számokat. Tehát a norvégoktól 14.406 eurót nyertünk, ez körülbelül akkoriban 4.450.000 forintra rugott. A felújításra 1.827.000 forint volt ebből az összegből,
tehát a tanya felújításra, a kemenceépítő táborra, tokkal vonóval, tehát ami ugye a KH-s munkadíját magába foglalja, az anyagköltséget ehhez, a lakatos munkákat, tehát a kemenceajtókat, stb. Ez 617 ezer forint volt, plusz a kaja, ugye egész hét során enni is kellett, ezt nem számoltuk hozzá, ez az egyesület saját vállalása volt. Természetesen önrészt is kellett mindenhova tennünk, természetben és pénzben. Tehát önkéntes munkában és készpénzben. A kemencék összesen 750 ezer forint van erre, ebből az önrészünk, a saját vállalásunk a 108 ezer forint. Azon kívül készültek még tanúsítványok, a kenyérsütő műhelyekben részt vetteknek is, aminek a hátulján szintén van recept mindarról, amit eddig készítettünk közösen. Köszönöm, hogy meghallgattatok, és mindenkinek tartalmas kikapcsolódást kívánunk. A sütőműhelyek most indulnak, illetve játszóház a gyerekeknek töklámpás készítése, illetve Morváni Évikével szalvéta technikázás, valamint megnézzük a filmet, ami a projektről készült. Annyi, hogy merni kell álmodni, mert én ezt egyszer megálmodtam, azzal, hogy ez a kemence felépült, ott kezdtünk el álmodozni igazából, hogy van ez a tanya, és hogy mi mindent lehetne még ezzel kezdeni.